Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, ma Assisi Szent Ferenc ünnepe van. Tavaly egy évvel ilyenkor Assisiben a világvallások képviselői találkoztak, reagálva a 25 évvel ezelőtti, akkor 25 évvel ezelőtti találkozóra, ugyanis Assisi Szent Ferencnek az egész élete alkalmas arra, hogy minden irányban legyen az ember, állat, bármiféle élő lény, egy általános jó indulattal viseltessünk, mint ahogy ő is. Valaki megjegyezte, Szent Ferenc, hogy az volt az az ember, akinek ellenségei is voltak. Most ezen a mai napon a II. Vatikáni zsinatnak egy ehhez kapcsolódó okmányát, a nem keresztény vallásokról szólót venném, a Nostra Aetatet, a mi korunkban ez a cím ennek a nyilatkozatnak, és amíg tetszenek rá emlékezni, a tavalyi év jó részét innétől kezdődően, vagy talán már korábban is elkezdve, a nagy világvallásokkal való megismerhetésre szántam. De akkor nem ismertettem magát azt a II. Vatikáni zsinati nyilatkozatot, ami végül is ennek az elindítója volt. Ezt 1965-ben sok-sok átdolgozás után jelentette meg a II. Vatikáni zsinat, nem sokkal a befejezés előtt. Ugyanis az előzmény az volt, hogy nem szándékoztak a vallásokról általában szót ejteni, maximum a zsidó vallásról, egyrészt azért, hiszen az Ószövetségben nyúlnak a mi gyökereink, másrészt kétségtelen tény, hogy a kereszténységnek és a zsidóságnak eléggé megterhelt a viszonya az elmúlt két évezredben. Amire én most itt nem szeretnék hosszasan kitérni, hiszen ezt mindenki jól tudja, azt kell mondani, hogy mind a két részről követtek el bűnöket, hibákat, ezért hát nagyon fontos volt, hogy egymásra találjunk és kiengesztelődjünk. 23. János pápa, lehetne azt mondani, hogy ugyanolyan lojalitással volt mindenkihez, mint Szent Ferenc, illetve hát akkor már túl voltak a II. Világháború eseményein, a zsidó üldözéseken, és ő, mint Roncalli bíboros, vagy nuncius, Törökországban nagyon sok zsidót mentett meg, tehát ő benne volt egy ilyen emlék, hogy ezt rendezni kellene. Annyit talán érdemes elmondani, hogy a zsidóság részéről hát a zsidó vezetőknek a Jézus elleni megnyilatkozása Jézus halálához vezetett. Nem mondjuk azt, hogy itt az egész zsidó nép hát vétkes lenne benne, már csak azért sem, mert a kollektív bűnösség elvét mi sem valljuk. Hogyha voltak ott 1-2 ezren, a Pilátus udvarába az az akkori zsidóságnak is csak töredéke volt. Na de kétségtelen tény, hogy az ítéletet azt ők meghozták is, Pilátussal végrehajtották. Utána a zsinagógákból, ahogy Jézus megjövendelte a keresztényeket, kiüldözték, majd pedig a rabbiknak volt egy átka a keresztényekre, alig hanem a jamniai zsinaton hozták ezt az átkozódó imádságot, amire aztán hát ugye a válasz későbbiekben, főként akkortól kezdődően, hogy a kereszténység államvallás lett, már hát nem a megbocsájtás, hanem inkább egy ilyen visszaszorítás módján történt a reagálásunk. Ugye két helyen éles, vagy két helyen is a szentpáli levelekben szó van így a zsidóság is, az új kereszténység és az egyháznak a kapcsolatáról.
a Tesszaloniki levélben nagyon elítélőleg szól Szent Pál, ezt mondja, hogy megölték az Úr Jézust és a prófétákat, és minket is üldöztek Istennek, nem telik kedve bennük, ők ellenséges érzületűek minden ember iránt, és megtiltják nekünk, hogy a pogányokhoz beszéljünk, nehogy üdvözüljenek. Így mindenkor betöltik bűneik mértékét, és Isten haragja utol is érte őket mindvégig. Ugyanaz a Szent Pál a rómaiakhoz írt levelébe pedig, hát azt írja, hogy ugye pogányoknak ír, hogy a kiválasztottságot tekintve azonban igen kedvesek az ősök kedvéért. Isten ugyanis nem bánja meg az adományait. És egy ilyen hasonlatot hoz, hogy van egy nagy olajfa, abba beoltják a pogányokat, hogy ez a kapcsolatunk a kereszténységgel. Kétségtelen tény, hogy rendezni kellett közös dolgainkat, és ez nagyon nehéz volt, annál is inkább, mert akkor egy ilyen aktuál politikai helyzet a zsidó állam megalakulása után már úgy tűnt, mintha Izrael államának a Szentszék részéről teljes elismerését hozta volna. Tehát amikor kiszivárgott az, hogy a II. Vatikáni zsinaton akarnak egy ilyen nyilatkozatot hozni, ami végül is rendezné a zsidósággal való kapcsolatot, a békesség útját, értékeiknek a fölemlítését, akkor hát az arab ilyen államokban, ahol az iszlám volt akkor is már ugye államvallás, nagyon erőteljes kampány folyt a II. Vatikáni zsinat ellen, hogy el akarja ismerni így a Szentszék Izrael államát, azt az államot, amelyeket ugye a palesztinokat hontalanná tette. Mentek egymás után a különböző szkémák, viták, amikor is az egyik bíboros azt mondta, csináljuk azt, hogy nem csak a zsidókról, hanem minden más keresztény, nem keresztény vallásról meg fogunk emlékezni egy nyilatkozatban, hogy mi a kapcsolatunk ővelük. És akkor még ráadásul a nem keresztények titkárságát is létrehozta a 23. János pápa, illetve 6. Pál pápa, ami ezzel foglalkozott, hogy milyen legyen a kapcsolatunk más vallásokkal. Nyilván, hogy az ökumenét, ami a keresztény egység ügye, azt eredendően nekünk a megosztott keresztények között kell művelnünk. Tehát az, ami most egy-két év óta szokásban van, ez egy teljesen új fejlemény, hogy Budapesten az egység héten még a zsinagógában is van ilyesfajta imádság, de ez eredendően csak a megosztott kereszténység egységesítésére való törekvés. Na, hát nagy nehezen megfogalmazódott ez a nyilatkozat, amely nagyon röviden, sommásan, de ugyanakkor lényegre látóan hozta az egyes nem keresztény vallásoknak az értékeit és az azzal való kapcsolatunkat. Hát akkor még nem jelent meg Fukuyának könyve, se Samuel Huntingtoné. Az utóbbi 20 évnek két ilyen elég nagy vihart kavart könyve volt. Az egyik, ugye Francis Fukuyamának a Történelem vége és az Utolsó ember című könyve, amire Huntington írt egy másik könyvet, ez is egy filozófus, egy pár évvel ezelőtt halt meg, a civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Ez a szellemtörténész tudós azt állítja, hogy a mi korunkban, tehát ami most van, már nem politikai ideológiák alapján fognak összeütközni az egyes államok, hanem a kultúrák és a civilizációk ütköznek össze. Mivel hogy a kultúráknak és a civilizációknak éltető eleme, vagy éppen nem érteti, mert semmi nincs, szekularizálódott kultúráról van szó, a vallás, ezért mindenképpen a nagy összeütközések vallási színezetet is kapnak, mondja Huntington. És hát ő így prófétált, mondta, hogy hát a nem keresztény világ és a muszlim világnak a határa lesznek a nagy összeütközések. Na most
Mi ezt semmiképpen sem akarnánk, hiszen Isten nevében nem lehet gyilkolni, vagy nem szabad gyilkolni. Az a vallás, amelyik Isten nevében gyilkol, az megtagadja az igazi lényeg valóságát, mert az Istenit és a vallásosság az megkívánja tőlünk a másik ember elfogadását. Most ez egy nagyon kis rövid nyilatkozat, a legrövidebb az összes között. Egy könyvben ilyen nagyobb könyvben 3 lapot tesz ki. Mégis, ha azt nézzük így egyháztörténetileg, hogy milyen óriási dolog volt ez, akkor a fontosságát megtapasztaljuk. Miről is van szó? Hogy még a 15. Benedek is, vagy még a 20-as években is valamiképpen a pogánságot azonosították a bálvány imádással, és hát nagyon megvetették a pogány vallásokat, és hát a missziósok mentek is, azért is, hogy ezek az emberek el ne kárhozzanak. Ugye mentek innét Kínába, a kalocsai nővérek jezsuiták is, hogy szegény embereket megmentsék a kárhozattól. És ennek utána már ez egy óriási dolog, hogy meglátjuk ezeknek az értékeit. Ehhez hozzájöttek azok a kutatások, amit sokszor vallásos, vagy kifejezetten papi emberek végeztek a különböző kutatásokkal, a vallástörténeteket. Hát volt egy Wilhelm Schmidt nevű 20. század első felében alkotott egy Verbita vallástörténész, ugye a vermitáknak a hivatása az, hogy elmennek a világ másik végére is hirdetni az evangéliumot, és hát ő ott rájött arra, egy ilyen összehasonlító vallástudományt végzett, hogy hát azért nem olyan mindenestű gonosz emberek ezek, hiszen a vallásosság ténye az jelen van az életükben, mert már azzal, hogy eltemetik a halottaikat, már ezzel is kimutatják azt, hogy a vallásosságuk az egy kicsit túlnyúlik ezen a földön, hogy hisznek valami más világi létben is, és hogy vannak értékeik. És akkor úgy próbált ez a Wilhelm Schmidt hát úgy csoportosítani, hogy valami Isten itt van bennük. Talán a jónak, a rossznak a megkülönböztetése is. Erkölcsi, tehát itt a legprimitívebbekre gondolok, és akkor ezt kimutatja, hogy ez így van, hogy ez már megvan. Ugye hát aztán jöttek garmadával a vallástörténészek, akik ezzel foglalkoztak, ugye, hogy a még meglévő nagyon primitív kultúrákban is nézték a vallásosságot, illetve nézték aztán az összehasonlító nagy világvallásokat. Tehát kezdődött azzal, hogy egy pozitívabb szemlélet alakult ki róluk, és hát így ilyen formán először a buddhizmus, hinduizmus is szóba kerül. Hát a buddhizmusból kiemeli a nyilatkozat azt, hogy ők keresik a változó világ gyökeres, felismerik-e változó világ gyökeres elégtelenségét, és egy olyan útról tanítanak, amelyben az emberek állíthatós bízó lélekkel, vagy egy tökéletesen szabad álláspontot érhetnek el. Aztán az is a hinduizmusnál pedig fürkészik a titkot, a hitregék fogyhatatlan gazdagságával, meg a bölcselet mélységekbe hatoló erőfeszítésével fejezik ki. És mindjárt hozzáteszik, hogy a katolikus egyház semmit sem vett el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Tehát valamiképpen a hitnek a hajnal hasadásai ezek, mint ahogy 6. Pál pápa mondta egy ilyen külföldi útja alkalmával. És hát ha még halványan dereng valami a múlt évi biblia órákból, akkor én ott azokat a szempontokat is kiemeltem, hogy melyek azok a pontok, ahol mi találkozhatunk egy hinduval, vagy találkozhatunk egy buddhistával. Ugye a
olyan pogányvallásokkal kevés gondunk van, akik semmiféle nagy világvalláshoz nem kötődnek, mert hát gyakorlatilag azok annyira elrejtetten vannak már csak így az őserdők mélyén, vagy valahol távol, ahol általában a civilizált ember nem él. Egyébként a pogányokra vonatkozó negatív ítéleteinket bizonyos fokig köszönhettük a ószövetségi profétáknak. Mert ha olvassuk a proféták írásait, hát ugye az a bálványimádásnak a kijelentés át a legenyhébbek közé tartozik, ahogy ők a pogány vallásokat apostrofálják. És ugyanakkor azért már az Ószövetségben is volt valami más szemlélet is, mert gondoljunk egy Jóbra, akit úgy béketűrésért elismer az Ószövetség, az nem zsidó ember. Vagy például Jónásra, aki nem akar elmenni téríteni, mert hát ezek istentelenek, és akkor azért a végén be kell neki látni a Jónásnak is, hogy Isten minden teremtményét szereti. Tehát itt már az Ószövetségben is van egy, a bölcsességi irodalom egy fejlődés, de mi azonban ugye nagyon sokat átvettünk a prófétáknak dörgedelmes beszédeikből, de mondjuk a proféták nem csak a pogány vallást, hanem saját hittestvéreiket is keményen ostromolták. A muszlim világhoz is volt egy pár gondolata ennek a határozatnak, hogy ugye monoteisták, ez már nagy dolog, imádják a könyörülő Istent, Ábrahámra vezetik vissza eredetüket, tehát ugye ezért Jeruzsálem az a főváros, ahol a három monoteista vallás valamiképpen Ábrahámhoz is köti a hitét. Visszanyúlik egészen Ábrahámig is, mert nekünk ugye hitben, hogy így mondjuk példaképünk is atyánk a hitben, a keresztényeknek is. És hát kiemeli a nyilatkozata a különböző jó cselekedeteiket, a bőtöt, a irgalmasságot, amit pozitívumnak fogadunk el az iszlám világnak a vallási gyakorlatából. A hinduknál ott is van azért rá példa, hogy különböző útját keresik a megigazulásnak, megtisztulásnak, míg a karma törvényéből, ebből a állandó visszatérési kényszerből ki nem szabadulnak. Hát ugye a muszlim világ itt már egyfajta pozitív értékelést kapott. Ma is úgy vagyunk vele, hogy különbséget teszünk a fundamentalista iszlám és a között az iszlám között, amelyikben megvan az a jó indulat. Csak hát sajnos mi azokkal találkozunk, vagy az kap hírértéket, illetve fájdalmas találkozást, amikor ilyen fundamentalista iszlám hívei felrobbantják akár öngyilkos merénylőkkel is a keresztények közösségeit, templomait, és ez egyre gyakoribb a mai világban. Hát az izraelita vallásról szólva ez a nyilatkozat nagyon sok találkozási pontot hoz, hogy a pátriarkáktól Mózesen át a prófétákig nyúlik le a mi kapcsolatunk, és hozza az olajfának hasonlatát, hogy az egy olyan fa, amelybe bele vannak oltva a többi népek is, és az egyház is végül is kapcsolatban van ezzel a ószövetségi gyökerekkel. Jézus maga is zsidó vallású volt, az első apostolok, és a szűzanya is zsidó vallású volt, tehát nagyon nagy a kapcsolódás, nem beszélve az ószövetségi szentírásról. De hát már is említi itt ez a határozat, hogy hát mind a keresztények, mind a zsidók a múltban elkövettek egymás ellen súlyos vétkeket. És aztán, hát akkor, mikor ez úgy fogalmazódott, kiszivárgott, hogy hát csak a zsidókra vonatkozzan ez, és akkor hát azt mondták, hogy nem, mert az egyház az Krisztus szelleméből idegennek tekinti és kárhoztatja
az egyház emberek bármiféle megkülönböztetését vagy bántalmazását faj, szín, társadalmi helyzet vagy vallás miatt. Szent Péter és Pál apostol nyomába lépte át a zsinat, amikor kérve kéri Krisztus híveit, hogy éljenek szép életet a pogányok között. És hogy itt mindenkire vonatkozik a jó indulatunk, illetve hogyha mi magunk is vétettünk volna ellenük, akkor mint egy bocsánatot kérünk. Hát fölmerül a kérdés, hogy hát miért kell nekünk evangelizálni, miért kell nekünk ezeket az embereket a kereszténység felé vezetni, hogyha egyszerűen vannak értékeik, sőt, volt egy nagy teológus a 20. század második felében, Karl Rahner, aki bevezette ezt a fogalmat, hogy ezek anonim keresztények, hogyha követik lelkiismeretüknek a szavát, akkor nemhogy nem károznak el, hanem üdvözülnek, mint egy anonim kereszt, névtelen keresztények. Ez azonban nem a legjobb meghatározás, mert a keresztény az már magába foglalja, hogy valaki meg is vallja Jézust. Inkább úgy mondanánk, hogy jó pogányok, jó hinduk, jó buddhisták vagy jó zsidók, hit szempontjából, hit és erkölt szempontjából is. De hát, hogy miért kell, vagy mit kell nekünk tenni akkor, amikor ezekkel kapcsolatban vagyunk, kapcsolatba lépünk. És hát több szempontot emelnek ki ennek alapján, ezek a zsinati dekrétumból született további nyilatkozatok, mert azért ez nem szűnt meg, ugyanis a pápák aztán keresték az alkalmakat, hogy hol találkozhatnának ezekkel a különböző vallásokkal. A Szentatya elment a zsinagógába, elment a Siratófalhoz, és hát II. János Pál, és egy nagyon nagy fordulat következett be az egymás elismerésében és egymás elfogadásában. A pápai tanács, amelyik a nem keresztény vallásokkal foglalkozik, különböző ilyen ötleteket ajánl, hogy hol lehetne nekünk egymással találkozni, mi az a terület, amikor mindenképpen egymástól tanulhatunk, és egymásnak jó ötleteket adhatunk át. Hát annál is inkább, mert a II. Vatikáni zsinat óta még inkább kisebbedett a Föld, globalizálódott, még 50 évvel ezelőtt, hogyha itt Kalocsa utcáján végigment, gondolom egy ilyen muszlim hívő, vagy egy nő, akin a sajátos ruhája volt, biztos, hogy utána fordultak az emberek. De ma már ez bevett dolog, hogy keveredett a világ, itt vannak Nyugat-Európában is, különböző vallások képviselői, tehát egészen más a helyzetünk. Ajánlja a nem keresztény vallásoknak a titkársága, ilyen útmutatója, hogy legyen egyszer az élet dialógusáról szó. Az élet dialógus az annyit jelent, hogy hát az élet értelmét ők is keresik, meg mi is keressük. Mert azt mondjuk, hogy a kinyilatkoztatott vallás megadja azt a teljességet, amit megadhat az Isten. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincsenek kérdéseink, kérdőjeleink, és nincsenek megoldatlan problémáink. És az élet dialógusát is hát meg kell találnunk, főként akkor, amikor katasztrófák és csapások közösen érnek mindenféle világvalláshoz tartó embert egyformán. Aztán a tevékenységnek a dialógusát. Tehát ez már nem csak egy eszmélődés, hanem hát vannak pontok, ahol igenis össze kell fognunk. Múlt alkalommal szóltam a környezetnek a megvédéséről. Hát ez annyira magától értetődő, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy nem állunk veletek szóba, mert ti
nem hiszitek Jézus Krisztust. De ugyanakkor van egy nagy közös nevezőnk itt, hogy ugyanazon a földön élünk. És talán még tanulni is tudunk tőlük, amikor mondjuk az élet szeretetét, tiszteletét látjuk a hindu vallásban, persze számunkra az túlságosan nagy és túlzott, de hogy ők az állatokkal szemben is egy ilyen nagyon nagy tiszteletét tanúsítanak. Ez most már itt is itt van, tehát mondjuk lehet mondani azt, hogy még az állatoknak is jogaik vannak. Tehát a cselekvésnek a területén. Aztán a vallási élményeknek a dialógusa. Mert például meg lehet kérdezni azt, hogy egy hindu, egy muszlim az imádságban mit él át? Hogy fogalmazza meg Isten létét? Mit jelent számára az üdvösség? Tehát ez a vallási élményeknek a dialógusa, találkozása, vagy amikor mi is fölvettük újra a zarándoklásnak a régi módját, akkor meg lehet kérdezni őket, hogy ők miért zarándokolnak, mert például a muszlimok is a Kába kőhöz, vagy a hinduk is rendszeresen zarándokolnak. Egyébként Mircea Eliade, ez a román származású Franciaországban élt nagy valláskutató, hát az éppen ezt hozta ki, hogy vannak ilyen alapsémák a vallásosságban, szent helyek, szent idők, zarándoklatok és így tovább. Tehát mondjuk egy vallási élet dialógusáról lehet őket kérdezni, mert bizonyára vannak nekik nagyon nagy meglátásaik és élményeik. Hát van például egy indiai költő, ez még a középkorban élt, a Jedayave. Ennek az Istenről nagyon szép meglátásai vannak, hát persze aztán önálluk ez a termékenységi kultusz, az a szobraikon is minden megmutatkozik, átmegy egy ilyen talán túlfűtött szexualitás élménybe, de a Jedayavénak vannak olyan istenes gondolatai, ami egy keresztény misztikusnál is előfordulhat. És aztán hát a teológiai párbeszéd, ez mondjuk nem egy átlag emberre vonatkozik, de gondolok itt arra, hogy amikor a pápa Regensburgi beszédje után egy nagy, ilyen mesterségesen fölkeltett muszlim vihar keletkezett, azért a józanabb muszlimok látták, hogy ezt nem így kell megoldani, és a Kairói Egyetem felajánlotta, hogy ők is jönnek a teológusaikkal, és üljünk le, és teológiai párbeszédet folytassunk. Tehát ezt már olyan szinten kell végezni, ahol mindegyik félnek a maga hitében, vallásában a legképzettebb embereik vesznek részt. Tehát a keresztény részről valaki ebben a párbeszédben ott van, akkor annak illik ismerni, amelyik világvallással foglalkozik, annak a világvallásnak hát a belső dolgai, titkai. Tehát ne az legyen, hogy én csak az enyémet ismerem, ha kell, akkor ismerjem a Koránt, ismerjem a vallási életüket, történelmüket, ehhez viszont már tényleg szakembernek kell lenni. Tehát egy ilyesfajta hát, dialógust is ajánlanak. Szóval meg lehet kérdezni azt, hogy miért kell még hirdetni az evangéliumot, mert ha nem mondjuk azt, hogy az elkárhozik, aki nem tartozik a katolikus egyházhoz, és ja, annak idején felállított el, hogy extra ecclesiam nulla salus, az egyházon kívül nincs üdvösség, az nagyon tévesen értelmezhető akkor, hogyha azt mondjuk, hogy csak az üdvözül, aki benne van az egyházban. Egyébként akkor, amikor ezt a tételt megfogalmazták, azokra vonatkozott, akik már benne voltak az egyházban, csak valami miatt megtántorodtak, kiléptek az egyházból. És ekkor mondták nekik, hogy nektek az üdvösségnek ez az útja. Ha te elhagytad az egyházat, akkor neked nincs üdvösség. Tehát ez mondjuk az eredeti
szövegkontextusban így értették az üdvösségnek a kérdését. A különböző szempontok között első mindenképpen, hogy hát Jézus parancsba adta. Ez volt, azt lehet mondani, hogy az utolsó parancsa. Mennybe menet előtt megáldotta őket, és azt mondta, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és kereszteljétek meg a népeket. De itt fel kell figyelni egy gondolatra, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Na most jön a hit éve, itt el kell azt mondani, hogy ha hitet valakinek nem elégségesen ajánlották föl, akkor nem is tud hinni. Tehát történetesen ilyen babonás, fenyegető hit átadásban részesült gyerekkorától, hogy megver a Jóisten, meg ilyen babonás módon, és ő egy művelt emberré vált, ő nem tudja ezt hinni. Tehát, hogy a hit olyanokra vonatkozik, hogy akinek elégségesen felajánlották, olyanok jussanak el a hitre, és úgy kell megkeresztelkednie. Tehát ez a parancs. Aztán utána egy lélektani dolog is benne van. A lélektani része az, hogy a keresztény életforma bármennyire is, hogy Jézus a szűkön úton való járást mondja, az ember számára a földi életben is már értelmesnek, boldogítónak és derűsnek kell lennie. Tehát ez az életforma olyan, amit akkor is élni kellene, hogyha nem volna üdvösség. Ez furcsa, de akkor is egy olyan utat mutatna, ami az emberi élethez nagy megoldásokat ad. Na most, hogyha én erre eljutottam, akkor én ezt nem tarthatom meg magamnak. Tehát ez egy lélektani dolog, hogy ha valaki tud valamit, az irigység, hogyha nem adja át. Tehát mondjuk egy jó mester, az igyekszik mindent átadni, amit ő tud, sőt, valójában annak örül, hogyha a tanítványa többre viszi, mint amire ő vitte. Tehát, hogyha egyszer mi ezt tudjuk, akkor adjuk át. És a jézusi tanítás a segítséget akar adni az embernek. Aztán azért is, mert tőlünk nincs semmi olyan dolog távol, ami az igazi emberséget többé teszi. Itt a világvallásokban, ha megállapítjuk azt, hogy vannak értékes gondolatok, megnyilvánulások és tettek, akkor ezt meg kell osztanunk, respektálnunk kell, és ha kell, akkor többé kell tenni. Tehát ott van mondjuk a muszlim világnak, hogy ők azért nagyon nagy ilyen karitatív szolgálattal vannak egymás iránt. A zöld félhold, tehát segítenek egymáson. Na most, ami ezt megtudjuk azzal, hogy Isten fölkelti napját jókra és gonoszakra, hogy nézzétek, ott volt egy keresztény Teréz anya, annak nem számított, hogy hindu volt a gyerek, vagy muszlim, mind a kettőt egyformán szerette és segítette. Tehát az igazságtartalmakat, az értékeket segíteni kell, még inkább többé tenni. Hát nyilván, hogy az emberiség javára kell ezt tennünk. Aztán, tehát, hogy nem csak az üdvösségükkel törődünk, hanem a földi életükkel is, jólétükkel is, és főképp a világ békéjén. Ja, 23. János pápa, béke pápája, Pacem in Terris nagy enciklikájában éppen ezt mondta, hogy egyetlen zsugorodó földünk van, itt békének kell lenni, hogyha nem akarjuk azt, hogy elpusztuljunk. Mert szóval, amikor ilyen katonai táborok csak a maguk táborának a biztonságára ügyelnek, hát ez katonai szempontból biztos, hogy érthető, de az egész világot illetően
katasztrofális lett. Ha bennünket néznének egy másik bolygóról, és néznék, hogy itt van egy katonai tábor, ott van egy katonai tábor, beleülik az emberek, nem tudom, a jövedelmük, GDP-nek nem tudom hány százalékát, gyilkolják egymást, egyszerűen azt mondja, ezek nem normálisak. Nem normálisak. Ja, így az embert nézzük, az ember, mindegyik ember, mindegyiknek van anyja, apja, van valami boldogság utána, vagy és gyilkolják egymást. Akkor azért is kell nekünk a missziót hát gyakorolnunk és vinnünk, mert hiszük azt, hogy a pogányoknak a szívében is ott van az isteni törvény, ami ki kell bontani. És a Szentlélek is bennük is működik. Hát maga Szent Pál mondja, hogy a pogány embernek is ott van a szívében az Isten törvénye, erre épül rá az úgynevezett természetjog. Tehát olyan nincs, hogy ha valaki egy emberi közösségben van, ne érezne valamiféle erkölcsi megkülönböztetést a jó és rossz között. Lehet, hogy azt kicsit deformáltá vált, de benne van az ember szívébe. Hát ezen az alapon működött végül is a Nürnbergi per is. Azt mondták, hogy maga olyan bűnt követett el, hogy az emberi lelkiismeret alapján kellett volna tiltakozni, és itt az igazságnak és az erkölcsnek össze kell vágni. Tehát nem mondhatja azt, hogy parancsra tettem. Mint amit ma is nagyon sokan mondanak, hogy ő parancsra tette. De hát azért tudnia kellett volna, hogy bűnt követel. Na most, ugye ez a pogányoknak a szívébe is ott van. És hát az is, hogy mi, az egész keresztény nép kap egy ilyen feladatot. Mert a keresztséggel Krisztus papi, profétai, pásztori tisztségében részesülünk. És ezek olyan megtiszteltetések, olyan életállapotok, amik arra indítanak bennünket, hogy tegyük meg, ami tőlünk telik az Isten igéjének továbbadásában, az életáldozatoknak a felajánlásában, a másik emberre való odafigyelésben, ugye az a pásztori tisztség, az első a papi tisztség, az Isten igéjének a továbbadása, a prófétai tisztség, tehát ezek is mind-mind összekérnek bennünket. És van egy ilyen ősegyházi levél, a Diognetoshoz írt levél, melynek szerzőit nem tudjuk, csak a címzetjét. És akkor hát ott kérdezi az a ismeretlen valaki, hogy hát ti hogy értek keresztények, és akkor mondja az ismeretlen író, írja a Diognetosnak, hogy hát mi nem élünk más városokba, nem öltözködünk másképp, nincsenek más épületek, mint a többi embernek, azonban mégis más az életvitelünk, ez a lelkületben, az életformánkban mutatkozik meg is. Azt mondja gyönyörű költői mondattal, hogy ami a testben a lélek, az a keresztény a világban. Akkor elmondhatta még a második században a szerző, hát jó lenne, hogyha ma minél több közösségre ezt el lehetne mondani, hogy a hit és az evangelizáció éve lesz. És ugyanennek a ismeretlen szerzőnek Diognetoshoz írt levelében van ez a mondás, hogy Isten helyezte a keresztényeket erre az őrhelyre, ahol éppen vannak, amelyet nem illik elhagyniuk. Tehát, hogyha valaki egy olyan világban él, ahol szekularizált a társadalom, vagy olyan világban nagyon sok muszlim él, vagy hindu, vagy zsidó ember él, akkor így fogja fel, mint egy őrhelyet, ahol ő neki hát egyrészt védeni kell az Isten országát, az egyházát, de ugyanakkor benne kell lenni a készségnek, hogy ezeket az embereket is ide terelje be ebbe az országba és meghívja. Tehát itt lélektani oka is van, Jézustól származó parancs is, hogy nem hagyhatjuk abba az evangelizációt, a missziót, még ha éppen ez az okmány egy nagyon pozitív képet adott a korábbi időköz képest a
pogányvallásokról és a világvallásokról. És hát ez egy nagy újdonság volt akkoron, amit ma már természetesnek veszünk, de azt kell mondanunk, hogy most föl kell újra fedeznünk, amikor a második vatikáni zsinatnak lesz az 50 éves évfordulója, éppen jövő alkalommal, 11-én, mához egy hétre, akkor lesz az 50. év is, az a pápa, aki megnyitotta 23. János, az ezen a nap van ünnepelve egyházunkban. Nem véletlen, hiszen ő kezdte el a második vatikáni zsinatot. Most ebből a kis határozatból valamit legalább a végéről olvasnék, mert hát mindösszesen 3 oldal. Nem könyöröghetünk pedig Istenhez, mindnyájunk atyához mindaddig, amíg Isten képmására teremtett emberekkel szemben megtagadjuk a testvéries magatartást. Az embernek az Istenhez, mint atyához való viszonya, meg az embernek az emberekhez, mint testvéreihez való viszonya szorosan összetartozik. A Szentírás is kimondja, aki nem szeret, nem ismeri az Istent. Minden erkölcsi alapot nélkülöz tehát az olyan elmélet vagy gyakorlat, amelyik az emberi méltóság és a belőle fakadó jogok tekintetében különbséget tesz ember meg ember, népfaj meg népfaj között. Ennél fogva Krisztus szellemétől idegennek tekintés károsztatja az egyház az emberek bármiféle megkülönböztetését vagy bántalmazását faj, szint, társadalmi helyzet vagy vallás miatt. És következik az, amit már idéztem, hogy nekünk minden emberrel békességben kell élnünk. És hát az új szövetségi Szentírás egyik, vagy ha nem legszebb mondata, amit Nikodémusnak mond Jézus, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne is el ne vesszen, tehát azt akarja, hogy el ne vesszen minden ember, és az pedig ugye Szent Pál levelében van, hogy Isten azt akarja, hogy az ember üdvözüljön, hogy minden ember üdvözül, és eljusson az igazság ismeretére. Hogy aztán ez hogyan van, ez már az Isten titka. De ez mindenképpen egy biztató a világvallásokkal szemben, úgy, hogy mi hisszük azt, hogy mi eljutottunk a kinyilatkoztatás teljességére, vagy megkaptuk a kinyilatkoztatás teljességét, és nekünk ezen az úton kell haladni, és erről nem térhetünk le. Tehát úgy kell megvallanunk a hitünket, hogy minden jó indulattal vagyunk irántunk, megkeressük az értékeiket, de a mieinket pedig nem csak, hogy nem adjuk föl, hanem szeretnénk továbbadni, átadni nekik is. Hát ez lenne a nem keresztény vallásokhoz való viszonyunk, és ahogy Szent Ferencet idéztem, abba csak egy pár sort olvasnék föl a Szent Ferenc hálaénekéből, mert ma ő ünnepét tartjuk. Te vagy a szentséges Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz. Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges. Te vagy a mindenható király, szentséges atyánk, mennek és földnek ura. Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk. Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas megváltónk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen!